Hazafiak, s hol leányok? Föltámadott a tenger. Csak az a baj, hogy szószoros értelmében. Föltámadott igaz a népek tengere is, hiszen ma 1325 helyen, 98 országban egy 16 éves svéd kislány javaslatára és felszólítására összesen több millió ember gyűlt össze az utcákon világszerte. És igen, Budapesten is több százan voltunk, és több mint százan vagyunk most is itt. És csak azért, mert azt mondjuk, hogy óriási a gáz, hatalmas probléma van. Lehet mindenféle hétköznapi hullámverésekkel foglalkozni, amikor jön a cunami. Amikor szembe kell nézni azzal, hogy egy olyan ár söpri el a bolygónkon az emberiséget, amihez fogható még nem volt a dinoszauruszok kialása óta. Ezen a héten Strasbourgban találkoztam azokkal a fiatalokkal, akik részt vesznek ezen globális alulról jövő mozgalomnak a szervezésében. Akik kín vannak minden pénteken, az utcákon és a tereken, mert nem mennek iskolába, mert azt mondják, hogy minek iskolába menni, amikor nincsen jövő. Amikor a szüleiket szembesítik azzal, hogy miattatok nincsen jövőnk, ezért minek nekünk iskolába menni. Ez nagyon szomorú, de az a hozzáállás, amivel én találkoztam Strasbourgban, nagyon inspiráló volt. Szelíden, tudományos tényekre hivatkozva, mondták bele a politikusok pofájába, hogy ébresztő. 16 éves srácok és lányok ugráltatták a politikusokat. Ez az igazi demokrácia. Akkor, amikor ez megtörtént kedden este, nagyon lelkes voltam én is, hogy végre változás lehet európai szinten. Majd utána szerdán reggel elmentem az Európai Parlament ülésére, ahol a globális klímaváltozásról szóló Európai Uniós tervekről tárgyaltak. A több mint 700 képviselő közül 25 darab politikus vette komolyan és ment el erre a vitára. Abból a 25-ből 15 zöldpárti képviselő volt. Ez rosszabb arány, mint ami a magyar parlamentben van. Magyar parlamentben legalább aludni, meg keresztrejtvényt fejteni bejárnak a politikusok. Úgy tűnik az EP képviselők jelenleg erre sem képesek. Mi kell ahhoz, hogy fölfogják a döntéshozók, hogy haldoklik a bolygó? Az elszabaduló élelmiszerárak, az invazív fajok megjelenése, mint a poloskák, az apadó Duna még csak a kezdet. Ennél sokkal durvább jelek fognak a következő években megjelenni. Akkor fogunk csak észbe kapni, amikor már nem lehet kimenni nyáron az utcára a hőségtől, amikor a nagy összeesik a hőgutától, amikor a rossz levegő miatt a gyerek aszmás fuldoklásba kezd, amikor a fizetés felét már elviszi az, hogy együnk. Mi kell még ahhoz, hogy fölébredjünk? 10 éve, amikor a koppenhágai klímacsúcson 100 000 emberrel együtt vonultam, és követeltük azt, hogy klímavédelmet most és azonnal, akkor volt bennem egy halovány remény, hogy talán elkezdenek a politikusok foglalkozni ezzel a témával. Szomorúan tapasztaltam, hogy pont akkor, 2009-ben söpörték le MSZP-sek és fideszesek együtt Magyarországon a klímavédelmi törvényt. Ez volt a fő motivációs pont, hogy én politizálni kezdtem. Már hogyha szarnak a politikusok a fejünkre, akkor le kell cserélni a politikusokat. De nem csak a politikusok a hibásak. Vannak igazi klímabűnözők. Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 70%-áért 100 darab nagyvállalat a felelős. Ők az igazi klímabűnözők. A Monsanto, a Bayer, az Audi. Mondjuk ki, azok a cégek a valódi klímabűnözők, akikkel Orbán Viktor stratégiai partnerségi szerződést kötött. Ezek a cégek emberiség elleni büntetnek követnek el azáltal,
hogy a negyedéves profitjukért feláldozzák az egész bolygónk élhetőségét. Ez bűn. Ennek a bűnnek a levét viszont mi mindannyian isszuk. Nem arról van szó, hogy az unokáinknak nem lesz majd élhető tere. Nekünk nem lesz olyan levegőnk, amit bátran beszívhatunk. A mi életünkbe fogy el a talaj, amiből ehető zöldségek és gyümölcsök nőhetnek ki. És mindezért a profitot bezsebelők csak röhögnek a pofánkba. Hát mi mindent megtettünk, bocsánat. Hát kurvára nem tettek meg semmit azért, az elmúlt 40 évben, mióta pontosan tudjuk, hogy itt a klímaváltozás, hogy ezen, ebből az útból, ami szakadékba vezet, elrántsák a kormányt. Mert ezeknek a klímabűnözőknek vannak csicskái. És a fő csicska Orbán Viktor és a hozzá hasonló kormányok, akik mindent megtesznek a multinacionális vállalatok kénye kedvéért. Mert számukra a nagyvállalati profit fontosabb, mint a saját népük. Hogy beszélő szuverenitásról, amikor eladja a magyar munkavállalókat egy beruházásért? Hogy beszélő szuverenitásról, amikor a magyar emberek elől veszi el az élhető és tiszta levegőt? Ezek a kormányok az Európai Parlamentben is fogságban vannak, hiszen az Európai Parlamentben több mint 20 ezer lobbista jut 700 képviselőre. A multinacionális vállalatok a lobbistáikon keresztül szorongatják a tagállami kormányok tökét. Amikor a magyar kormány az Európai Bíróságra ment azért, hogy lazítsa a levegőszennyezési szabályozásokat annak érdekében, hogy a Magyarországon működő autógyárak még több autót tudjanak gyártani, és ne kelljen megfelelnie az Európai Unió szabványoknak, akkor Orbán Viktor bebizonyította, hogy ő maga is klímabűnöző. Leszarja a magyar embereket, mert neki csak az számít, hogy a profit zsebbe legyen, kész a lé, megy az offshore számlára, utána meg Mészáros Lőrinci rög a markába. Ez a magyar nép elleni büntet, és a globális emberiség elleni büntet, amit Orbán Viktor és a haverjai megcsináltak. De ne higgyük azt, hogy azok, akik azt mondják ma, hogy ők mennyire megszabályoznák a multinacionális vállalatokat, miközben 10 éve még a kegyüket keresték, hogy valójában meg is tennék akkor, amikor hatalomhoz jutnak. Egy ember nem a szavai, hanem a tettei alapján méretik meg. És aki klímabűnöző volt 10 éve, annak igenis szembe kell néznie azzal, amit tett. Ellopta a saját gyermekeinek a jövőjét. Mögöttünk az a szó, az a 4 betű áll, ami miatt itt vagyunk, a jövő. Mert ahogy Pisz Dániel is elmondta, nincsen B opció, és azért nincs B opció, mert nincsen B bolygó. Ne reménykedjünk abba, hogy majd jön valami Atlantis űrszonda, és elmegyünk innen a Földről. Most az emberiség egy döntés előtt áll. Vagy Mad Max lesz, és az utolsó falat élelemért elvágjuk egymás torkát, vagy olyan Star Trek jövő lesz, ahogy a technológia segítségével képesek lehetünk egy élhető bolygót teremteni magunknak. De most sajnos a Mad Max áll nyerésre. Nem csupán a mindennapi döntéseinken múlik ez, hogy hogyan tudjuk megállítani a klímaváltozást. Sokat számít, de nem elég. Amíg az a 100 nagyvállalat, amelyik az üvegházhatású gázok 70%-áért felelős, nincsen becsicskítva, hanem ők csicskítják a kormányokat, addig vesztésre állunk, és a medvek szívő jön el. Most meg kell akadályozni, hogy az elkanászodott nagyvállalatok uralma véglegessé váljon. Embereknek, nekünk, hétköznapi állampolgároknak kell visszavenni ezt a jövőt. És akarjuk, hanem ez csak az európai szinten dőlhet el. Csak az Európai Parlament elég erős ahhoz, hogy megakadályozza a globális vállalatok térnyerését.
Csak közös európai szinten tudjuk megakadályozni, hogy a klímabűnözők a saját profitjukat tegyék előre az állampolgárok érdekeivel szemben. És itt visszatérnék arra, hogy föltámadott a tenger. Ennek a versnek az a végszava, hogy bár fölül a gálya, de alul a víznek árja, és alul is a víz az úr. Köszönöm szépen, és le kell győzni a zsarnokságot, le kell győzni önmagunkat és a saját kisütőségünket, mert az emberek kezébe kell visszavenni a sorsunkat és Európa sorsát, nem szabad hagyni, hogy a globális nagyvállalatok és tagállami csicskásaiké legyen a sorsunk. Köszönöm szépen!